Ez mi? Fejtámasz. Fejtámasz? Fejtámasz, méltóságos uram. Az minek? Hogy ne mozduljon be a feje a képen. Nem fogom mozgatni. Nem olyan egyszerű az, méltóságos uram. Sokáig kell mozdulatlanul maradni. Akkor majd sokáig maradok mozdulatlan. Van időm. De nagyon sokáig kell, méltóságos uram. Kevés itt a fény. Mennyi ideig? 20 percig. 20 percig. Kérlek, Jancsi, vitesd innen ezt a masinát. Nem fogok 20 percig mozdulatlanul ülni. Pedig fontos volna, méltóságos uram. Ugyan minek? Az utókornak. Megfestettek már elegen. Igen, de azok vagy régi képek, vagy nagyon kicsiben látszik azok. Meg azokon még nem őszül a méltóságos úr. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan fognak emlékezni a méltóságos úrra az utódok. És ha a méltóságos úr mégse kap kegyelmet, és mégis feltalálják akasztani, akkor le kell vágni a szép hosszú szakállát. És akkor ez lesz az utolsó kép a méltóságos úrról ezzel a szakállal. Sokat fog még érni ez a kép. Már most van rá vevő. A Molnár József festőművész úr is megvenné, mert nem tud hazajönni Stuttgartból. Illetve mire már Pestre jön, lehet, hogy késő, mert meg akarja festeni a kivégzést, de még hosszú szakállal. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan fognak emlékezni Hallgassa a méltóságos úrra az utódok. Mindenki tudja, hogy a gróf úr kegyelmet kap. A gróf úr teljességgel ártatlan. Mindig is a pragmatika szankció és az alkotmányos rend híve volt. Igen, én is úgy hallottam. Tegnap is mondta a Müller, a törvényszéki írnok, hogy kegyelmet kell, hogy kapjon. Meg a nép is azt mondja, hogy nem lehet, hogy ne. A gróf úr kegyelmet fog kapni. Igen, szerintem is kegyelmet fog. Akkor miért akarja annyira azt a fotográfiát? Én csak... Pont azért, mert ilyen kicsi az esély, hogy kivégzik a méltóságos urat. Én leszek az egyetlen daguerotipista, akinek lesz egy ilyen képe, ha úgy adódik. Isten adja, hogy ne úgy legyen, de ha mégis... Én, méltóságos uram, élek-halok a fotográfiáért. Arra tettem föl az életemet, hogy bebizonyítsam, hogy van jövője. Az élethűség, meg hogy gyorsan megvan. Nem véletlenül veszik a fotográfiákat a festők. Ma már sokan az alapján festenek portrét is, meg mást is. A gyorsasággal a festészet nem tud versenyezni. Sokan szidják, meg nem veszik komolyan, de higgy el, méltóságos uram, a fotográfiái a jövő. És mi van a pislogással? Pislogni azt lehet. Az szerencsére nem látszik. Elutasította. Magyarország teljhatalmú kormányzója elutasította.
részint bevallott határozatokat alkot, elutasító hajtott végre, vagy engedett végrehajtani. Miniszteri hivatalának múlt évén, melyek által gróf Magyarország atyánila letűsele után, felségsértés miatt, erőszakos felforgatásra vezető, a státus kincstár kártalanítására fordítandó összes vagyona batyánilisére részt vett, felségsértés miatt kötél általi halálra ítéltetett. Hogyan tudnám rábeszélni arra, hogy kopogjon, mielőtt bejön? Bocsánat, méltóságos uram. Nehéz nekem megszokni. Itt az kopog, aki bent van, és valamit akar attól, aki kint van. Megkérhetem a méltóságos urat, hogy álljon föl. A családomat sikerült értesíteni? Úgy tudom, hogy ez inosa már elindult. Német Jancsi. Az ki? Az inasom. Szeretnék elbúcsúzni a feleségemtől. Nem hinném, hogy lehetőség lenne rá. Nekem az lett mondva, hogy nem engedhetek be senkit. Senkit? Senkit. Vagyunk, méltóságos uram, köszönöm. A koporsó miatt? Á, abból van több méret is a pincében. Akkor? Késik a hóhér, ilyenkor én mérek. A golyónál nem kéne mérni. Nem rossz a kötél, méltóságos uram. Valójában igazi áldás. Valóban. A kötél gyors és fájdalommentes. A golyó, tudnék mesélni. Hát meséljen, Konrád. Meséljen. Teszik tudni, a kivégzőztek pálinkát kap az esemény előtt. Célzóvizet, hogy nagyobb legyen a bátorság. Aztán a vesztőhelyen persze sokszor elfogy a tudomány. Van, aki szánalomból célhoz direkt mellé, de csak egy kicsit mellé, mert nagyon mellé nem mer. Ezért aztán gyakran előfordul, hogy csak megsebzik szerencsétlen elítéltet, az meg szenved, amíg meg nem kapja a kegyelemlövést. A kötél az gyors és fájdalommentes. Az tiszta munka. Én biztos, hogy azt választanám. Hát itt választásról nincs szó. Engem felakasztanak, mint egy tolvajt. Thank you.
Hát te? Menj el. Menj már el. Januárban. Bicske. Emlékszel? Ott sok minden volt. Akkor is elküldtél. Nem hallgattál rám, és elküldtél. El. Emlékszel? Emlékszem. Deák is azt mondta, amit én. Azt. Mégis visszajöttél Pestre. Ez szerinted jó döntés volt? Másnap letartóztattak. Pár hitvány év miatt nem leszek szökevény. Nem egy pár év lett, hanem halálbüntetés. Kötél által. Vagy. Április 22. Már meg sem hallgattál. Emlékszel? Persze, hogy emlékszem. Megszökhettél volna, de te meg sem hallgattál, csak mentél a saját fejed után. Mondom, hogy emlékszem. Abban az űrzavarban még az ajtókat is nyitva hagyták. A legénység elvesztette a fejét, még a tisztek is. A feleséged mindent elintézett. Átöltözöl és kisétálsz. De te nem. Egy jó lovon, karddal a kézben, szívesen. De egy asszony mögé bújva. Igen, igen, igen. Ezt már akkor is mondtad. Szép mondat, szó se róla. De ért ennyit az a mondat? Most szabad lehetnél. Az nem csak egy mondat. Hanem. Azok elvek. Azok is csak mondatok. Ezzel az erővel minden csak mondat. A kivégzés több, mint egy mondat. Vagy itt van a másik. Április végén. Te magad beszélted le a tömeget János házán, hogy kiszabadítson. A kapitány kért meg, hogy nyugtasson meg a küldötteket. És te megnyugtattad. Csinos kis beszéd volt, az elején mondjuk remegett a hangod. Sok vér folyt volna. Az a tömeg. A maroknyi katonaságot könnyedén felkoncolta volna. Igen. De amúgy egy egész hadsereg bosszúta volna meg. Hajna úgy is megbüntette János házát, elég volt csak a szándék. Akkor még véresebb lett volna. Ezt nem tudjuk. Minden esetre... Akkor sem hallgattál rám, pontosabban meg sem hallgattál, hanem elküldtél. Mint most. Aztán azt mondtad a küldöttségnek, hogy te nem félsz a feletted ítélkező bíróságtól, mert az majd tisztázni fog téged. Hát nem tisztázott. Ez jó döntés volt? Tisztességes tárgyalás volt. Tisztességes volt? A katonai törvényszék nem volt illetékes az október 3-a előtti cselekményekben. Nem volt törvényes alapja, hogy azt vizsgálják. Az újoncozás, a pénzkibocsátás, a névfelkelés hirdetése szóba se kerülhetett volna. Az országgyűlés üléseinek anyagait, a minisztertanácsi jegyzőkönyveket Debrecenbe szállították. A hadbíróság hozzájuk sem jutott. A nádori iroda irattárát kifosztották. Egyszerűen nem volt bizonyítékuk ellened. Sőt, arra sem volt bizonyítékuk, ami azután volt. Ellenben azokat a bizonyítékokat, amelyek melletted szóltak volna, mélyen elásták. Ez szerinted tisztességes? Csak kétes értékű tanúvallomásokra támaszkodtak. Emlékszel? Te magad mondtad a bírónak, hogy politikai válságok idején a félősebbek megtagadják az igazsághoz hű tanúvallomást, mely a gyanúsított mellett áll. Miközben régi sérelmek és mindenféle haragos indulatok annál szabadabban tombolhatnak. Te magad mondtad, igaz? Igaz. És azóta azt is tudjuk, hogy Leutzendorf felülről nem csak azt az utasítást kapta, hogy téged elítéljen, hanem azt is a szájába rágták, hogy bizonyos elvek megkövetelik a lehető legsúlyosabb büntetést. Ezek nem az igazságot akarták, hanem eredményt. Nem volt tisztességes tárgyalás. Mit tegyek? Ír kegyelmi kérvényt. Most utasították el. Azt nem te írtad, nem tartottam be. Nem mindegy? Nem. Ezeket nem érdekli, hogy ez vagy nem. Politikai céljaik vannak. Nem érdekli őket, hogy ártatlan vagy nem. Honnan tudod? Nem gyakran van, hogy a bíró az ítéletlevéllel együtt kegyelmi kérvényt is előterjesszem. Tudod te is, hogy mit írt Leutzendorf?
Egy lelkiismeretes bíró és igazságos ember, aki a kényes helyzet és mélyen rejlő okok ismeretében kegyelemért kell, hogy folyamodjon. Tudta, hogy ártatlan vagy. Ez az ember a pályája elején áll. Ez csak egy kis hadbíró. Nem mert volna olyan hangú kérvényt írni, ha felülről, burkoltan, de jól érthetően nem bíztatják. Kegyelmezni akartak. Csak közben rájöttek, hogy több kell. Ezeknek az kell, hogy te kérj kegyelmet. Ismerd be, hogy bűnös vagy, és azzal beismered, hogy az egész magyar nemzet bűnös. Nem ismerem be. Persze, hogy nem. Csak tégy úgy. Erre jó a kegyelmi kérvény. Szóval ezzel úgy tennék, mintha beismerni. Pontosan. Ez színház. Olyan nincs, hogy úgy teszel, mint a futnál. Aki úgy tesz, mint a futna, az fut. Jaj, ne okoskodj már, erre nincs időnk. Még meg kell írni, be kell adni. Mit gondolsz, a hadbíró miért nem ment még haza? Ez csak feltételezés. Az. Tudsz biztosabbat? Praktikus vagy. Jelenleg én mentem meg az életed. Mondjuk, hogy megírom. Azzal elérték, amit akartak, aztán kivégeznek. Nem értekük. Nem akarnak belőled mártírt csinálni. Kapsz pár évet, aztán kiengednek, te meg szépen kivonulsz a politikából. Szerinted ilyen józanok? Miért ne? Hallottad, hogy az angol mondott. Az osztrák a legnagyobb vadállat azok közt, akik valaha a civilizált ember nevére igényt tartottak. Te politikáról beszélsz. Ezek nem politikusok, hanem hóhérok. Hogy beszélik Pesten Hajnaut? A bressai hiéna. De úgy is hívják, hogy a dühös bolond. Állítólag Hajnaú és Schwarzenberg éjszakánként bejárnak a klinikára holtesteket boncolni, de nem tudásvágyból, hanem állati ösztöneiknek hódolva. Így mondják. De ha így mondják, kell, hogy legyen benne valami. Szerinted, mert Hajnaú megfontoltan dönt. Nem ő dönt. Augusztus 31-én a minisztertanács megvonta tőle a halálos ítéletek végrehajtásának a jogát. Meg, de ez a hóhér Bécsbe ment, és rávette a minisztertanácsot, hogy legyenek újból kivégzések. Sőt, csak utólag köteles jelentést tenni a végrehajtott ítéletekről. Igen, de ezt a császár nem írta alá. Egyből nem, de két héttel később igen. Jó, én csak azt mondom, hogy ha olyan nagyon kedvelné Hajnaut, akkor egyből aláírta volna. Hajnaut nem hagyhatja teljesen figyelmen kívül a császár akaratát. Vagy igen, vagy nem. Ezt nem tudjuk. Pont ezt mondom, hogy nem tudjuk. Az egyetlen esélyed a kegyelmi kérvény. Írd meg. Hűvösödik az idő. A gróf úr inasa hozta a gróf úrnak. Majd kerítek neki valami fogast. Korrád, teljesen fölösleges. Minden majd fölösleges lenne. Nagyon szép darab. A Tischlernél varratta a méltóságos úr. Igen. Ott. Lombok szín ezüstből. Perlaszka mesterműhelyéből, ha jól látom. Márpedig ilyen ötvös remeket nem tévesztenék össze semmivel. A gyerekekkel néha elsétálunk a mesterműhelyének kirakatához. Hadd lássanak ők is valami szépet. Konrad. Hozzon nekem papírt és tollat. Mit mondok az embereknek? Van, hogy nem kell mondani semmit. Nem kell mindig politizálni. Majd szépen visszavonulsz vidékre. Ez lesz az életem. Kérdezhetek valamit? Szerinted te forradalmár vagy? Nem. Reformer. Helyes. Nincs ellenedre, hogy megegyez az ellenséggel. Nyilván nincs. Az jó. Itt nem sokára megtorlások lesznek. Hajnaú is kitombolja magát, aztán jönnek új figurák, és azok is rendet akarnak tenni. Aztán az osztrákok rájönnek, hogy a szuronyokkal sok mindent lehet kezdeni, csak ülni nem lehet rajtuk. Eltelik pár év, majd lesz amnestia, és végül kiegyeznek velünk. Nincs más választásuk. És akkor szükség lesz rád. Szükség lesz arra az óvatos politikusra, aki a reformokat a forradalomnál fontosabbnak tartja. És ez vagy te. Eljön a te időd.
Szépen visszaszivárogsz a politikába, és beteljesíted mindazt, ami most még túl korainak bizonyul. Ez lehet a te életed. Bocsásson meg a méltóságos úr, hogy megint zavarom. Szabad néhány szót mondanom? Mondja csak. Nem akarom hangosan, bajom lehet belőle. Akkor jöjjön közelebb. Csak jöttem mondani, hogy most hallottam, hogy a méltóságos úr felesége az épületben járt. Itt az épületben? Igen. Először az előző szobájában kereste a gróf urat, de ott csak a német Jancsit találta. Ő mondta meg neki, hogy a gróf úr itt van a síralomházban. Erre idejött, de nem talált senkit, aki engedélyezte volna a látogatást. A folyosón várta Leitzendorfot, aki viszont éppen Kempennél járt, hogy a kivégzés elhalasztását kérje. Erre a méltóságos asszony is próbált bejutni Kempenhez, aztán meg Liechtensteinhez, de egyik sem fogadta. Erre a méltóságos asszony elindult a Károlyi palotába, a Károlyi Lajoshoz, hogy hát, ha ő majd segít. Szóval csak ezt akartam. Nem átlátszó, hogy hirtelen beismerek mindent? Számít? Azt mondta színház. Lesz, aki komolyan veszi. Mindig van, aki komolyan veszi. Akkor csináljuk komolyan. A Leitzendorf kérvényéből indulunk ki. Az okos kérvény volt. Diktáld. Először piszkozat. Tárgy. Kegyelmi kérvény. Kegyelmi. Őfelségének első Ferenc József osztrák császárnak. Őfelségének. Szigorúan értelmezve a törvény szavait. Nem jó húz ki. Mindenek előtt azzal kezdem, hogy szigorúan értelmezve a törvény szavait. Mindenek előtt. Én. Gróf Batthyány Lajos, Magyarország volt miniszterelnöke. Fenségárulásban látszom bűnösnek lenni. És mint ilyet, bírói úton halállal kell büntetni. De gyorsan elintézted. Várj! Hogy lesz ebből? Még egyszer mondom, be kell vallanod, hogy bűnös vagy. Ez kell nekik. Vagy az, hogy meghalj. Halállal kell büntetni. Azonban meggyőződésem szerint bármely vádiratban előfordulhatnak kényes helyzetek és mélyen rejlő okok, amelyek ismeretében... Ennyire szó szerint Leitzendorftól? Persze. Miért írnál mást? Az jó kérvény volt, csak nem te írtad. Szerintem el sem olvasták. Hol tartottam? Ja, tehát... Kényes helyzetek és mélyen rejlő okok, amelyek ismeretében... helyzetek és... A lelki ismeret és a becsület, belátva a bűn rendkívüli veszélyességét, mégis az diktálja, hogy... ismeretében... Nem jó. Húzd ki a végét, átírjuk. Lehet, hogy mégis olvasták. Tehát, kényes helyzetek és mélyen rejlő okok, amelyek nem feledve a bűn rendkívüli veszélyességét, őfelségét megfontolásra készthethetik a halálos ítélet tekintetében. Megfontolásra... Mentségeim pontokba szedve a következő. 1. A Windischgrätzhez küldött hódoló küldöttség indítványával és az abban való részvételemmel végérvényesen elváltam a Kossuth Pártól. Végérvényesen elváltam... 2. Számos a bíróság birtokában lévő okirat igazolja a felség iránti hűségemet, ragaszkodásomat István főherceghez. 3. Szeptember 12-én Kossuth ellen nyilatkoztam az országgyűlésben. 4. Latour halála után kemény szavakkal fogalmaztam meg lemondásomat a képviselőségről. 5. Szeptember 26-án István főherceg megbízott engem a miniszterelnöki teendők továbbvitelével. Ezek után, ha nem intézkedtem, hazaárulással vádoltak. Azonban, ha tettem valamit, rögtön felségárulásként rúgták fel nekem. 6. Jól lehet, az ítéletben említett törvények megszegője vagyok.
Azonban mégsem állok azonos szinten a Kossuth és Madarászféle párttal, melyeknek áldozatául estem. 7. Végül megjegyezni kívánom, hogy a mostani időkre személyem a politikában teljesen eljelentéktelenedett, mondhatnám úgy is, politikai csillagom rég kihunyt. Rég kihunyt. Károly Lajos kiárta a látogatást. Fogas, méltóságos uram. A méltóságos úr felesége Szápári gróffal úton van idefele. Lehet, hogy már itt is vannak az épületben. Menned kell. Még nincs befejezve. Majd be lesz, menj el. Nem fogod befejezni. Befogom, tűnj el. Még kell valami csinos befejezés a végére, mondjuk. Lelkemet Isten megbocsátó irgalmának, múlandó életemet, őfelsége első Ferenc József császár kegyelmébe ajánlom, vagy valami hasonló. Letisztázod, aláírod, Konráddal elküldeted. Tűnj már el. Méltóságos uram, a méltóságos asszony megérkezett. 5 percet kapnak. Az ajtót becsukom, de a kémlelő nyílás nem. Végig itt leszek és figyelni fogok. Magának van órája, Konrád? Nincs. Ki méri az 5 percet? Kölcsönadná a gróf úr az óráját. Károly járta ki, hogy bejöhessek. Igen, hallottam. Kempen azt a feltételt szabta, hogy utána elhagyunk Pestet. Hová mész? Adtak egy útlevelet Csúrukra. Írtam a húgomnak, hogy jöjjön és segítsen. Károly tartozik neki. Karolin szabadította ki augusztusban. Megbánom, hogy élve ébredek. Annyi mindent akartam mondani. Méltóságos uram, letelt. Köszönöm neked minden jóságodat. Te mindig jó angyalom voltál. Mérget a gyógyszertárok senkinek nem szolgáltatnak ki.
Méltóságos uram. Elnézést, méltóságos uram. Rendelkeznie kéne a vacsoráról. Amióta itt van, nem evett. Inegelnék. Ismeri a gróf ura vörös kakast? Szerény hely, de a konyhája kitűnő. Mindig onnan rendeljük az utolsó vacsorát az elítélteknek. Tudnám ajánlani a bárányt. Azt jól csinálják. Legyen. Én inkább a libacombot választanám párolt káposztával és knédlivel. Kiadós. És mégsem fekszi meg a gyomrot. Így lefekvés előtt. Mindegy, magára bízom. Megérdemel a gróf úr egy igazán kiadós vacsorát. Hosszú lesz az éjszaka. Ideges a gróf úr. Van nálam valami, a doktor úr adta. Nyugtatópor. Csak egy kis vízben kell elkeverni, könnyű álmot hoz. Messze még a hajnal. Mit ért maga ebből? Láttam már ezt. Elégszer. Más látni. Szóval akkor megrendelem a vacsorát. Rendelj. Még be kell fejezned. Tudtam, hogy ez lesz. Nem tudhattad. Én se tudtam. Azt mondják, Kossuthot soha nem segítette sem a rang, sem a vagyon az előrejutásban. Pedig ősi nemesi családból való. De Kossuth ezzel soha nem törődött. Azt szokta mondani, minden ember egyformán régi eredetű. Amikor szóba került, hogy milyen régi a családja, azt mondta, akármelyik béka vagy kígyó még sokkal régibb. Jól hangzik, nem? Mindenki úgy tekint Kossuthra, mint a feudális kiváltságrendszer teljes felszámolásának élharcosára. Helyesen mondom? Várj, idézek még. Ahhoz, hogy az ember alkotmányos, szabad nép, szabad tagja legyen, ne kelljen poros pergamenteket őriznie. Ez is Kossuth. Ez is jól hangzik, nem? Nemes elvek. Ezekkel te is egyetértesz. Egyet. Akkor jó. Mondom tovább. 36-ban Kossuth elkezdte szerkeszteni a törvényhatósági tudósításokat. Azt a nádor betiltatta. De Kossuth továbbra is terjesztette őket. Aztán a nádor megint betiltatta. Majd Kossuthot 37. május 4-én, pontosabban 5-én hajnalban letartóztatták. Erről akkor te is hallottál, csak szerintem nem emlékszel. De emlékszem. Csak nem tudom, hova akar. Mondom. Szóval, letartóztatták és bevitték a budai kaszárnyába. Egyidejűleg a pesti szállásán lefoglalták az összes írományát, még a leveleket. Igen, is. Emlékszem. De közvetlenül ezelőtt tudod, mit csinált? Mert szerintem erre már te sem emlékszel. Mit? Amikor érezte, hogy baj lesz. Hirtelen Zemplén vármegyétől nemessége igazolását kérte. Mondom még egyszer, nemessége igazolását kérte. Kossuthtal, ne gyere. Ő volt a radikális forradalmár, aki a végsőkig kitartott az elvei mellett. Gazinci csak úgy hívta, a zendülő. De amikor kellett, amikor a politikai működése érdekében a ráció úgy diktálta, azért egy pillanatra félre tudtám tenni az elveit, még ő is. És?
Nem vallod magad forradalmárnak, nem vagy radikális. Állítólag bölcsebb vagy, megfontoltabb, rugalmasabb. Kossuth most befejezné, aláírná és elküldetni azt a kegyelmi kérvényt. Kossuthtal ne gyere. Mert? SS, de jellem nélküli. Ritka előadással bíró Prógától, ezt is Kossuthról mondták. Ki mondta? Baj Miklós. Baj Miklós. Otthon ült az egész forradalom. Nacionálisan döntött. Átvészelte otthon. Most meg az a baj. Kossuth éppen Schumannben bújkál, az jobb. Van is miért bújkálnia. Mert leárulózta Görgeit. Mert letette a fegyvert. Racionálisan döntött, az a baj. Azt akarod, hogy én is racionálisan döntsek. Nekem lehet? Én nem Kossuth vagyok, hanem Battyányi Lajos. Úgy döntök, ahogy Battyányi Lajos dönt. Battyányi Lajos vagyok! Lehet, hogy már nem sokáig. Akkor addig! Mellesleg Kossuth hiába kapta meg a nemesség igazolást. 3 évet ült. Majd nem én leszek, aki kiegyezik az osztrákokkal. Lesz más. Fel fognak akasztani, mint egy tolvajt. Ez már nem a te dolgod. Menned kell. Még van mit csinálnom. És nem adhatok a szabályzat miatt. Nehogy kárt tegyen magában a gróf úr. Engem vennének elő. Ha akarja, felvágom a húst a bicskámmal. Mi 224? 224 lépés. Innen a cellából az udvar végéig. Ennyire pontosan tudja? 224. Pontosan annyi. Mindenkinek? Pont ez az. Úgy kell csinálni, hogy annyi legyen. Az ügyesek megcsinálják. Kísértem már oda gyilkost. Olyat is, aki sokat ölt. A legkeményebb lélek is összetörik, mire odaér. Hallgasson rám. Számolja a lépéseit. Ne figyeljen semmi másra, csak számoljon. A segít. De lásson hozzá, méltóságos úr. Ne vesszen kárba. Mondtam már, hogy nem vagyok éhes. Egye meg, ha akarja. Ne vesszen kárba. Köszönöm szépen, méltóságos uram. Akkor hazaviszem. A gyerekek nagyon hálásak lesznek. A vacsoráért? Azért is. Meg azért, amit a gróf úrtól még kapnak. Mit kapnak tőle? Minden este imádkoznak a gróf úrért. Szépen tudnak, mint az angyalok. A nagylány a méltóságos úr ünnepi mentéjéből megy majd férhez. Nem tudta
Hof úr. A halálra ítélt börtönbeli ingóságai a foglárt illetik. Hát ez a szokás. Zavarba hoz, méltóságos uram. Úgyis a magáé lesz. De ezt most én adom. Hálásan köszönöm, méltóságos uram. Konrád, kérek magától valamit. Bármit, méltóságos uram. Ezt a levelet a feleségemnek írom. Természetesen eljuttattam a méltóságos asszonynak. Ennást kérek. Hallgatom, méltóságos uram. Itt hagyom az asztalon. Bárhogy is lesz. Engedje, hogy elolvassák. Drága nőm, ezekben a sorokban ismétlem meg neked mélyen átérzett kifejezését forró hálámnak és tiszta szerelmed minden kincse iránti csodálatomnak, amelyet megérdemelni sohasem tudtam. És oly igaz, mint az, hogy a halál küszöbénél állok, hogy csupán ennek a bűnnek a tudata az, amit a sírba magammal viszek. Istennek még örömet és kárpótlást kell adnia neked, te angyal. És ha akad férfi, aki méltó a te szívedre, ó, akkor az önfeláldozásnak rád oly jellemző túlzásával ne taszítsd el őt magadtól. Elnézéssel és szerelmünk első éveire gondolva emlékezzél rám. A gyermekeket áld meg, és csókold meg az én nevemben. Ne szégyeljék, nem kell szégyelniük atyjukat. Az én halálomnak a gyalázata előbb vagy utóbb azokra hull vissza, akik engem igazságtalanul és hálátlanul meggyilkoltak. Ebben az ünnepélyes órában megesküszöm, hogy a király és a monarchia elleni árulásnak soha egyetlen gondolata nem férkőzött lelkemhez, és hogy a hazához nem kevésbé hű voltam. Ugyan ki hiszi el ezt most, és ezért halok meg. A törvény a király esküje volt vezérfonalam, és sem jobbról, sem balról nem hagytam, hogy visszaéljenek velem. A magam útját jártam, ezért ölnek meg engem. Ennyit a gyalázatos politikáról a te vigasztalásodra, ám bár erre nincs szükséged, hiszen egyedül csak te voltál az, aki mindig bízott bennem. Hagyd el ezt az országot a gyerekek kedvéért. Az ő jövőjük csírájában volna megfertőzve. A te vagyonod elég lesz nekik. Jobb egy szegény sors, mint alamizsna azoknak a kezéből, akik őket árvákká tették. Az én szeretett szegény jó nővérem, menj mindjárt hozzá. Kölcsönösen szükségetek lesz egymásra, és bizonnyal támogatjátok egymást. Szegény kis Jancsimat figyelmetbe ajánlom. Feltétlenül gondoskodjál róla. Megszolgálja ő azt körülöttem. Azt a gonosz gyalázatot, melyet ezek nekem szántak, remélem elkerülöm. Erre a célra már régóta egy mentőeszközt hordok magamnál. És még egyszer egy búcsú csókot. Isten veled. Úgy halok meg, hogy csak a te képed van a szívemben. A te neved az ajkamon. Viszontlátásra. Lajosod. Méltóságos uram, méltóságos uram, méltóságos uram, a szentségét.
A jó szentségit! A baloldali vénát sebezte meg. Hogyha mélyebb a seb, akkor elvérzik. De él. Honnan a kés? Honnan a kés? Nem tudom. A tábor nagy úr. Tudni kéne. Hozzanak kávét és konyakot. Nem hiszem, hogy lehet akasztani. Áll a lábán, felakasztjuk. Nem hinném, hogy el tud odáig menni a saját lábán. Csinálja, úgy, hogy el tudja. Azért maga itt az orvos. Ha el is megy, akkor sem hiszem, hogy lehet akasztani. Tessék? Mondom, nem hiszem, hogy lehet akasztani. A kirendelt orvos különleges esetekben, mint amilyen ez, elhalaszthatja a kivégzést. Ügyes. Elvágta a torkát, hogy ne lehessen akasztani. Mindegy. Akkor se lehet akasztani. Altábor nagy úr, van itt egy búcsú levél. Mindent megteszek, hogy megmentsem az életét. Csak hogy ki lehessen végezni. Vagyom, de elég azt neki, az első... Gyolcsot még. Közért árvák. Te feltétlenül gondoskodjál róla. Megszolgálj ezt körülöttem, ez a... Itt lehet, hogy szegény jó nővére menni. Gyere hozzá. Most szükség. Bizony, támogatja egymást. Ettől, mert erre a célra már régóta egy mentőeszközt hordok magam. Erre a célra már régóta egy mentőeszközt hordok magamnál. A foglyok beléptetése nem az én tisztem. Magához tért. Jelentős jegyzőkönyv megy Hajnaúnak. Estére lehet kivégzés. Golyó által. Megcsinálta. Gróf Batthyány Lajos. Az ítéletet kötélről porra és golyóra változtatom. A kivégzésnek ma este 5 órakor meg kell történnie. Segítsen neki. Ha a saját lábán jön, annál jobb.